A Duna Televízió jövőre is nézőivel közösen keresi az év magyar slágerét, amelyet 2020-ban egy ország dúdol majd. Fehérvári Gábor Alfréd immár harmadszor vezeti majd a műsort, társa pedig Rókusfalvi Lili. Én leszek a Dal 2020-nak a műsorvezetője, majd Freddy oldalán. Nagyon mókás, mert ugye köztünk mondjuk egy 2,5 méter különbség van, tehát egy kamerában nem tudom, nehéz dolguk lesz az operatőröknek. A Magyarország szépe próbáján édes volt, mert rám nézett, és csak annyit mondott, hogy figyelj, Sean, lesz rajtad magas sarkú. És akkor felhúztam a ruhámat, van rajta magas sarkú. Ezen a színpadon még nem álltam, ugye a Petőfi Zenei Díját adó gálát, azt már vezethettem két alkalommal is, és meg a nagy színpadot, úgyhogy én bízom abban, hogy ezekből így a hangulat az meg lesz, tehát nem egy, teljesen úgy megyek oda, hogy ilyen jellegű műsort még nem csináltam, de nyilván más. Sok ember van, akit ismerek régebről, az Én vagyok itt kapcsán akár, vagy a Petőfi Zenei Díj kapcsán, és nagyon képbe szeretek lenni, hogyha bármi olyan helyzet van, és ugye egy élőadásban szokott olyan helyzet lenni, hogy éppen ott akkor valamit nagyon kell mondjuk improvizálni, akkor ne lehessen engem kibillenteni a szerepemből, és mindenre fel legyek készülve. Az idei pályázatra minden eddiginél több, 559 nevezés érkezett. A műsor készítői közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat keresik. A nyertes felléphet a legnevesebb hazai fesztiválokon, kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésében is segítik. Nem lehet a dalt az előadótól elválasztani. Ha az előadó profi, akkor a dal is jó. Mert különben is lehet a dal egészen rossz. Az előadó úgy előadja, hogy mi zokogunk a szerelem miatt. És közben végig arra volt, hogy jaj, de szeretlek, baby. És akkor mi ez a marhaság? És erre kiderül, hogy de annyira szereti. Én is emlékszem, ugyanígy szerettem. És abban a pillanatban megváltozik a vélemény egy dalról. Nagyon kevés olyan lehetőség van Magyarországon, a tehetségkutatókon belül, hogy ugye a saját szerzemények, a saját dalok magyarul jelenjenek meg. És ez azt gondolom egy kicsit missziója is a műsornak, amiben én nagyon egyetértek. Vince Lilla és Nagy Feró mellett új zsűritagként köszönhetjük majd Apáti Bence táncművész publicistát, valamint Péli Barna énekes gitárost. Csak arra számítok, hogy parázsviták leszek a zsűritársakkal. Én azt gondolom, hogy pont ez lesz a poén, hogy nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. És ebből a szempontból ez egy érdekes zsűri lesz. Az én szemszögem talán mint dalszerző elég erős, mert nagyon sok dalat írtam, és én körülbelül tudom, hogy mi az, ami működik a közönségnek egy koncerten, és mi az, ami működik a rádióba. És én azt vettem figyelembe, hogy milyen az íve egy dalnak, milyen az egész dalnak a szerkezete, milyen szépek a dallamok, és nyilvánvalóan milyen a kapcsolatuk a szöveggel. De én alapvetően a zenére szoktam nagyon odafigyelni, meg arra, hogy az egész dalnak a hatása milyen, vagy átjön-e nekem. Elképesztő jó hangulat van már most itt a sajtótájékoztatón is. Tehát nyilván ilyenkor, amikor az ember belecsöppen egy új produkcióba, ugye új csapat áll össze, akkor az első perctől lehet érezni, hogy milyenek a rezgések, és itt nagyon jó. A Dal 2020 élőadásait február 1-től szombatesténként 6 héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión.